Nyírtelek önkormányzata sportcentrum építésre pályázott a terület és településfejlesztési operatív programban, 131 millió forintot nyertek erre a célra. A jelenlegi épület elavult, helyette egy modernebb fogadja majd a helyi sportegyesületeket, klubokat, de a helyi szabadidősport is használja majd az új sportcentrumot. Milyen legyen az új komplexum? Kétféle látványterv is elkészült, véleményezhetik a városlakók, melyik arculat tetszik jobban. A két terv azonos költségvetés és műszaki paraméterekkel rendelkezik. Ez a barnamezős beruházás, ez egy sportöltözőként fog elsősorban funkcionálni, de közösségi tér, iroda is helyezkedik benne. Terveztünk még oda kondiparkot, tehát valóban egy sportcentrumot szeretnénk kialakítani, nem csak a labdarúgás szerelmeseit, hanem a futókat, sportolni vágyókat várjuk szeretettel, hogy sokkal egészségesebben tudjanak élni. Tehát majd minden pályázatunk abba az irányba ment el, hogy a biztonságot és az egészségességre való hajlamot megteremtsük és szándékot megteremtsük az emberekben. Közel 60 millió forintot fordítanak a város egyik háziorvosi körzeti rendelőjére. Kicserélik a tetőt, a nyílászárókat, a homlokzatot felújítják, és eszközöket is vásárolhatnak ebből az összegből. Egy rendkívül gyors és hasznos és nagy számban végzendő szűrővizsgálat a bokakarindex mérésére használható gépezet, szerkezetről lenne szó, amely nagyon egyszerű módon működik, és nagy tömegben képes szűrni az esetleges érelmeszesedést, az érszűkületet. Első közelítésben úgy gondoltuk, hogy a veszélyeztetett populációra, közösségre fókuszálunk, a cukorbetegekre, magas vérnyomásosokra, koszorúérbetegekre, agyérbetegekre, de természetesen ezt ki lehet terjeszteni. Ez pedig a nyírteleki kastélykert óvoda és bölcsöde épülete. Az intézményt 270 millió forintból bővítheti az önkormányzat. Összesen 440 négyzetméterrel lesz nagyobb az intézmény. Ezt a betonlábazatú és acélelemes kerítést elbontják, ezen a területen bővítik az intézmény belső tereit. A felújítás során az óvoda játszó udvarán új gyerekjátékokat helyeznek el. Az első körben nyertes pályázatainak befejezését az önkormányzat a következő évre tervezi.